Parlamenti menetrend. Ahhoz képest, hogy decemberre szerették volna, csak március 2-án várható az állami költségvetés végső megszavazása. Disznókodás a disznókkal. Megosztja a közvéleményt a sertések háztáji nevelésére vonatkozó mezőgazdasági minisztériumi kezdeményezés. Műszaki gyűjtemény. Hírközlési eszközmúzeumnak is beillik a teletárlat, a Sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület gyűjteménye, ahol már nem csak a Morzé távíró, de a CD is múzeumi tárgy. Köszöntöm Önöket a híradóban! A terv szerint kedden, március 2-án szavaz a parlament plénuma a költségvetésről, a büdzsé parlamenti ütemtervét ma ismertették. A honatyák és a parlamenti csoportok holnap reggel 10 óráig nyújthatják be módosító javaslataikat az idei költségvetés kapcsán, nyilatkozta az ütemtervről Ludovik Orbán. A képviselőházi elnök elmondta, az állandó bizottságok holnap 16 óráig hagyják jóvá az állami és a társadalom biztosítási költségvetés törvényének tervezetét. A költségvetési pénzügyi bizottságok 14 órakor látnak hozzá az általános, majd 16 óra után a cikkelyenkénti vitához, ha megkapták az állandó bizottságok jóváhagyását. Mint mondta, a terv szerint mindkét büdzsé tervezet jelentését szombaton délután 2 óráig véglegesítik, és hétfő március 1-e reggel 10 óráig nyújtják be. A plenáris vita hétfőn, március 1-én délután 4 órakor kezdődik. Általános és cikkelyenkénti vitára egyaránt sor kerül. Ha nem fejezzük be hétfőn, kedden is folytatjuk, mind az állami, mind a társadalom biztosítási költségvetés törvénye esetében. Az ütemterv szerint a végső szavazást kedden tartják, hangsúlyozta. A koalíció a kormány által jóvá hagyott büdzsétervet támogatja, tette hozzá Ludovik Orbán. Megkapják a két pénzt a napokban sztrájkoló zsilvöldi bányászok. A mai kormányülésen jóvá hagyták az ehhez szükséges jogszabályt. 11 millió lejt kértek a napokban tiltakozó zsilvöldi bányászok. A kormányülést követő nyilatkozatában a kormányfő elmondta, megkapják a kért pénzt. Egy kiegészítésről van szó, miután múlt héten jóváhagytunk egy jogszabályt. Mint tudják, a bányászok tavaly megkapták fizetésüket, azonban az étkezési utalványokat és más a kollektív munkaszerződésben foglalt pótlékokat nem. Mivel csődeljárás alatt lévő vállalatról van szó, szükség volt egy külön kormányhatározatra, és forrást kellett találnunk ehhez. Ezt jóvá hagytuk, hamarosan megjelenik, hogy mielőbb megkaphassák a pénzt a zsilvölgyi bányászok. 11 millió lejt kértek, ez az összeg szerepel a kormányhatározatban, hangsúlyozta. A miniszterelnök nyilatkozata elején közölte, a kormányülés legfontosabb napirendi pontjaként sürgősségi rendeletet hagytak jóvá arról, hogy Románia 20 ezer adag koronavírus elleni oltóanyagot küld a Moldovai Köztársaságnak a tervezett 200 ezer adagból álló segély első küldeményeként. Erről kormányhatározatot is el kell még fogadni, amire ha szükséges online ülésen kerítenek sort, mondta. Kihirdette Klaus Johannis államfő a törvényhozó külön nyugdíjának eltörlésére vonatkozó törvényt. Összesen 3 jogszabálytervezetet nyújtottak be, ezek közül a Szociáldemokrata pártét fogadta el a törvényhozói testület február 17-én néhány módosítással. Az Oszeri Plusz Szövetség és a Nemzeti Liberális Párt tervezetét elutasították. Az államelnöki kihirdetést követően a törvény hamarosan a hivatalos közlönyben is megjelenik, illetve jogerőre emelkedik. Ennek értelmében eltörlik a szenátorok és a képviselők külön nyugdíját. Eddig a volt honatyák a mandátumaik számától függően, de legfeljebb 3 ciklus után kiszámított szolgálati nyugdíjra is jogosultak voltak a normál nyugdíj mellett. Magyar, roma, börtön és civil ügyekkel foglalkozó albizottságokat hozott létre az Emberjogi Bizottságban a parlament kétházának együttes bürója. A Magyar Albizottság elnöke az MPP és Kulcsár Terza József lesz.
A legutóbbi parlamenti ciklusban hoztak létre legelőször magyar ügyekkel foglalkozó albizottságot a Kétház Emberjogi Bizottságában. Idén ez újra alakult, mellette Róma, börtön és civil ügyekben illetékes albizottság is létesült. A magyar albizottságot Kulcsártenz a József vezeti, ő az elnöke, és még benne van a részünkről Gál Károly, ő is háromszéki képviselő, ezen kívül a Róma képviselő, és egy PSZD-s, és egy USZR-s, tehát ötön vannak összesen. És úgy néz ki, hogy ebbe a bizottságba aztán lehet majd dolgozni, és a hozzáállás, a magyarok fele való hozzáállás, ugye a PSZD-s részről, mind az USZR-s részről kiegyensúlyozott. Benedek Zakariás elmondta, az AUR parlamenti képviselője Dán Tanászó a Maros-Hargita és Kovászna megyékben kisebbségben élő románok számára javasolt albizottságot, ám ezt nem szavazták meg. A magyar ügyekért felelős albizottság az elmúlt 4 évben az úgynevezett terrorista ügyben elítélt Beke István és Szőcs Zoltán helyzetével, a Sepsi OSK-tért magyar ellenes támadásokkal és az Úzvölgyi katonatemető meggyalázásával is foglalkozott. Jogerősen elutasította a Konstanca megyei törvényszék a terrorizmus vádjával elítélt Beke István újabb szabadonbocsátási kérelmét. Korábban hasonló jogerős ítélet született a Brassó megyei törvényszéken a terrorizmus miatt elítélt másik székelyföldi férfi Szőcs Zoltán ügyében is. A két férfi egyébként arra hivatkozva kérte már másodszor a feltételes szabadonbocsátást, hogy a büntetés egy részét letöltötték, és emellett a börtönben jó volt a magaviseletük. Noha az első fokon eljáró bíróság Szőcs Zoltán szabadlábra helyezte volna, Beke István kérését elutasította, a fellebbezések után viszont a jogerős ítélet mindkettejük számára kedvezőtlen volt. A Brassó megyei törvényszék indoklása szerint Szőcs Zoltán még nem fogta fel a bűnei súlyát, míg Beke István esetében megállapította, hogy még nem telt el elég idő ahhoz, hogy megjavuljon. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 nyarán ítélte 5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság terrorista cselekmények, valamint ezekre való felbújtás miatt. Az erdélyi magyar közvélemény szerint koncepciós, a magyar közösség megfélemlítését célzó per áldozatai. Megkezdődött ma a pedagógusok koronavírus elleni oltása. A terv szerint a tanügyi alkalmazottak március 10-éig megkapnák az első adag vakcinát. Mivel közösségben dolgoznak, a tanárok védettsége rendkívül fontos, hangsúlyozzák a szakemberek. Ma a megyék többségében, illetve Bukarestben megkezdődött a pedagógusok koronavírus elleni beoltása, a következő napokban a többi megyében is hozzálátnak ehhez, közölte tegnapi sajtótájékoztatóján az oltáskampány vezetője. Becslésünk szerint mintegy 60 ezer szemét oltunk be a folyamat során. Több mint 42 ezer tanügyi alkalmazottat már beoltottak, és további mintegy 128 ezeren rendelkeznek előjegyzéssel. A tanárokat 55 éves korig AstraZeneca, az említett életkor fölött Pfizer-BioNTech vakcinával oltják be. Az előjegyzés a tanintézmények által készített és az egészségügyi igazgatóságokhoz küldött központosított névjegyzékek alapján történik. Maros megyében eddig több mint 1000 pedagógust oltottak be, a ma indult szakaszra 385-en jelezték igényüket. Az egészségügyi igazgatóság vezetője híradónknak a tanárok beoltásának fontosságát hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy beoltsák magukat, ugyanis közösségben dolgoznak, gyerekekkel dolgoznak. Nagyon-nagyon fontos, hogy egészségesek legyenek ők elsősorban, hogy legyenek, akik neveik, így oktassák a gyerekeinket. Ugyanakkor pedig fontos a gyerekek szempontjából is, minél többen be vannak oltva a pedagógusok közül, annál nagyobb biztonságban zajlódhat az oktatás. Hargita megyében az iskolakezdést követően megnőtt az esetszám, ezért rendkívül fontos, hogy a tanárok beoltassák magukat, hangsúlyozta híradónknak Tar Gyöngyi. A Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, a megyében 3 AstraZeneca és 6 Pfizer Moderna oltóanyaggal működő központ van. Ezekben oltathatják be magukat a pedagógusok is, akik közül 250-en jelezték igényüket. Kovászna megyében mintegy 240 tanügyi alkalmazott kíván élni a koronavírus elleni oltás lehetőségével a pedagógusok védettségét szolgáló körben. Megosztja az agrárvállalkozókat, illetve a mezőgazdasági szakembereket az a miniszteri rendelettervezet, amely a kisgazdaságokban szabályozná a sertéstartást. A javaslatot nem csak a gazdák, az RMDSZ frakció tagjai is elutasítják, ugyanakkor több sertéshízlaló nagyüzem képviselője támogatná. A mezőgazdasági miniszter jelenleg a tervezet visszavonását tervezi.
Nem tarthatnak 5 sertésnél többet saját szükségletre a háztáji gazdaságok, 6 sertés fölött a tevékenység ugyanis már kereskedelmi célúnak minősül. Ez viszont egészen más a nagyüzemekéhez hasonló szabályozástról a gazdákra, derül ki a mezőgazdasági miniszter közvitára bocsájtott rendelettervezetéből. Kincses Sándor, a Maros megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonság igazgatóság vezetője egyetért a rendelettervezettel. Úgy véli, fel kell állítani azokat a normákat, amelyek alapján meghatározzák, hogy mi minősül családi fogyasztásra szánt háztáji állattartásnak, illetve mi számít kereskedelmi célú állattenyésztésnek. Hát kétlem, hogy van olyan család, amelyik 5 disznónál többet megeszen. Elsősorban utána azért, hogy kereskedelmi célra tartsanak, ott bizonyos intézkedéseket, bizonyos normákat be kellene tartani. Mondjuk az 5-tel is ugyanúgy megjelenhet a betegség, csak akkor a disznónak a mozgása és a maga a tartása akkor jobban ellenőrizhető lenne. Szerinte óriási gondok vannak a háztáji disznótartással, mert sokan a legalapvetőbb állategészségügyi előírásokat sem tartják be. Az állatoknak nincs fülszáma, ellenőrizetlenül cserélnek gazdát, illetve kerülnek feldolgozásra. Ha ellenőrzéskor bírságot szabnak ki a gazdákra, az még nem állítja meg a sertéspestis terjedését. A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke szerint viszont a lehető legrosszabb szabályozást próbálják ráerőltetni a gazdákra. Itt, amit eddig felmerült a tartás kapcsán, az 5 sertés tartás kapcsán, az gyakorlatilag nem arról szól, hogy hát hogy lesz itt biztonságosabb a sertés tartás, hogy lesz itt biztonságosabb az adózás, hogy lesz itt követhetőbb a fűszám, vagy akármi más. Itt mi úgy értékeljük ezt, hogy gyakorlatilag a kisgazdaságok felszámolására történik egy nem megfelelő támadás, meglépés. A mezőgazdasági minisztérium elképzelése egyébként nem új keletű, hiszen több mint egy éve van arról szó, hogy jogi eszközökkel próbálják visszaszorítani az afrikai sertéspestis terjedését. Az RMDS frakciója már ekkor nem értett egyet ezzel a tervezettel. Úgy gondoljuk, hogy a sertéspestis megakadályozása nem azzal történik meg, hogy korlátozzuk a tenyészhető sertések számát, hanem jobb állatorvosi ellenőrzésre szeretnénk sarkantani a szakhatóságot, illetve fontosnak tartanánk azt, hogy megállítsuk azt a jelenséget, amit az állatkereskedők, a kupecek nap mint nap létrehoznak Erdélyben. Az RMDS szakpolitikusai a napokban egyeztettek a mezőgazdasági miniszterrel a sertéstartás szabályozó rendelettervezet kapcsán. Adrián Orosz ígéretet tett arra, hogy minden érintett számára elfogadhatóvá alakítják a jogszabály végső formáját. Miután az utóbbi időszakban számos bírálat érte, úgy döntött, hogy visszavonja a tervezetet. Gyergyóditróban folytatják a tömbházak közötti tér aszfaltozását, illetve zajlik az iskolák felújítása is. Ugyanakkor egy modern sportbázis építését tervezik, amelynek kivitelezésére nemrég nyert pályázatot a helyi önkormányzat. Gyergyóditróban több, nagyobb beruházást szeretnének befejezni az idén. Tavasszal folytatják a tömbházak közötti tér kialakítását, emellett iskolákat is felújítanak. Többek között a községközponti bentlakás körül már el is kezdték a munkálatokat, és a tervek szerint szeptembertől ide költöztetnék át a Puskás Tibadar Liceumot. Nemrég az önkormányzat pályázatot nyert, amelynek összegéből egy új öltözőkkel és belső fitnessteremmel ellátott sportbázis építését tervezik a már meglévő sportcsarnok mellé. A sportbázisban lesz egy multifunkciós pálya, amely mindenféle labdajátékra lehet majd használni, mellette öltözők, mellette korlátok, tribűn, tehát teljesen kialakítva, de ennek az érdekessége az, hogy ez a pálya télen hűthető, és korcsolyapályává lehet majd alakítani. A környezete meg úgy lesz kialakítva, hogy mindenféle olyan sportot lehet itt majd űzni, amelyet az ember kedvére szeretne. A polgármester úgy véli, hogy a sportbázis lehetőséget nyújthat majd a különböző versenyek megszervezésére is. Az épület kivitelezésére megvan már a támogatás, és az önkormányzat abban reménykedik, hogy 2021-ben elkezdi a munkálatokat az Országos Beruházási Társaság a Fejlesztési Minisztériumtól megnyert támogatással. Módszertani felkészítőt tartanak digitális oktatás témában pedagógusok számára a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.
Olyan gyakorlati ismereteket nyújtanak a tanároknak, amelyek megkönnyítik munkájukat az online oktatás során. A digitális oktatásra való áttérés váratlanul érte a diákokat és a pedagógusokat egyaránt, akiknek rövid idő alatt kellett megismerkedniük és megtanulniuk a különböző online platformok kezelését. Ezért a Bibliofil Alapítvány közösen a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárral és a Székelyudvarhelyi Közösség Alapítvány jóvoltából ingyenes digitális oktatási módszertani felkészítőt szervez számukra. A február 22-én induló háromnapos képzés során olyan gyakorlati ismereteket szeretnének nyújtani a jelentkezőknek, amelyek a digitális oktatásban való részvitelüket könnyítik meg, illetve a digitális eszközök használatában is fejlesztenék a gyakorlati jártasságot. Nagyon rövid idő alatt kellett átálljanak egy hagyományos oktatásból egy úgynevezett digitális oktatásba, és ehhez hiába, hogy az eszközök esetleg egy idő után rendelkezésükre álltak, a tudás az azért és a gyakorlat hiányzott ehhez. Na hát ebben próbálunk egy kicsi segítséget nyújtani, és az egyik legfontosabb ennek a bizonyos Classroom programnak a használata, hisz nagyon sokan ennek a nehézségeibe ütköznek. A Google Classroom használata mellett a digitális oktatás pszichológiájáról, továbbá a kép- és hanganyag rögzítéséről, feldolgozásáról, internetes megosztásáról és különböző az oktatás segítő digitális adatbázisok használatával ismerkedhetnek meg a pedagógusok. A hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért indított projektet a Gyulafehérvári Caritas és Székelyudvarhely polgármesteri hivatala. A Mindenki Mindenkiért név alatt futó projekttel támogatnák a szakképesítés nélküli felnőtteket, illetve tanulni vágyó gyermekeiket. A Gyulafehérvári Caritas 2013 óta működtet nappali foglalkoztató központot Székelyudvarhelyen. Itt gondoskodnak, oktatják például a mély szegénységben élő Budvár utcai gyerekeket, megteremtve a lehetőséget, hogy jövőt építsenek maguknak. Olyan családok vannak, hogy van 4-5 gyerek, akik ölőből hordják a vizet. És legalább lesz egy mosódájuk, behozzák a cuccot, kimossák, elviszik. Gyerekek tisztán tudnak járni iskolába legalább. Hát ez a 21. században, ez nem kérte az életet senkitől a gyerekről. A gyerekről nem hibás ezért, hogy ilyen körülmények között él. És ezért próbálunk valamit tenni. A Mindenki Mindenkiért program keretében különböző foglalkoztatási tevékenységek segítségével támogatnák a szakképesítés nélküli felnőttek munkavállalását, valamint az alacsonyabb jövedelmű roma családok gyermekei iskola elhagyásának megakadályozását. Itt vagyunk ugye a Budvár Szociális Központban, az egyik gyerek tevékenységeket végző teremben, és itt lesz egy teljes körű felújítás, itt a másik hasonló teremben, illetve lesz egy új terem, ami a legkisebbeknek, igazából nullától három éves korig korai fejlesztés céljával fog megszületni. Ezen kívül általános egészségügyi szűrést, a várandós és kisgyermekes családok számára pedig támogató programokat biztosítanak, amelyek elsősorban a tudatos gyermekvállalásra és a személyes higiéniára való odafigyelésre fektetik a hangsúlyt. A 26 napos program március elejétől indul, amelyet a helyi önkormányzaton kívül több oktatási és egészségügyi intézmény is támogat. Megnyitották Sepsiszentgyörgyön a Sepsi teletárat. A Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület tulajdonában lévő hírközlési eszközök tárlatát, az önkormányzat által támogatott intézmény több mint 3500 távközlési, hírközlési, hang- és képrögzítő műszaki eszközt, illetve közel 700 szakkönyvet tár a látogatók elé. Szalagra író Morzé táviró az 1870-es évekből, segélykérésre használt szikrainduktor, kastélyokban használt korabeli csőtelefon, 70 éves pacsirta rádió. Csak néhány műszaki érdekesség a Sepsi teletár gyűjteményéből, amelyet ma nyitottak meg Sepsiszentgyörgyön. A teletárban található több mint 3500 szórakoztató és távközlő eszköz a 19. és a 20. századból. Könyvtárunk van, rengeteg sok ilyen távközlés történeti anyaggal. Lemezek vannak, makrobarázás, mikrobarázás lemezek, CD lemezek, DVD lemezek, hangszallagok vannak. A Sepsi teletár megőrzés bemutatja a Székelyföldön elérhető távközlési, hírközlési, hang- és képrögzítő berendezéseket, műszaki eszközöket, illetve interaktív tevékenységeket kínál a technika iránt érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek. Megtanulható például a Morzé ABC. Az előadások, tudományos filmek, videók megtekintése mellett iskola másképp programokat is szerveznek.
Ez a gyűjtemény egyedülálló Erdélybe. Fő célja egyrészt az ifjúság technikai kultúrájának a növelés, a technikára való kíváncsivá tétel. Tehát elsősorban didaktikai programokat támogatunk itt, de ugyanakkor turisztikai körforgásba is bekerülhet, mint egy érdekes színfoltja a városunknak. Ha bárkinek korabeli műszaki eszköze van, beviheti azt a teletárba. Az intézmény ugyanis átveszi, működőképes és közkincsé teszi a régi rádiókat, televíziókat, egyéb technikai eszközöket, ezzel is bővítve az alapgyűjteményt. Elméleti képzéssel és gyakorlati bemutatóval egybekötött sajtkészítő tanfolyamot szerveztek a Bihar megyei Székelyhídon. A rendezvény célja az volt, hogy a jelenlévő gazdák rövid idő alatt olyan tudást szerezzenek, amelynek birtokában ők is bátran elindulhatnak a sajtkészítés útján. A Párcium vidék fejlesztéséért és mezőgazdaságáért egyesület sajtkészítő tanfolyamot szervezett a Bihar megyei Székelyhídon. A képzést a Gyergyó-Szent Miklósi Caritas vidékfejlesztés egyesület munkatársai tartották, akik nem csak egy tangazdaságot működtetnek, hanem felkérésre Erdély és Párcium különböző pontjain olyan tematikus képzéseket tartanak, amely révén elsősorban a hagyományos, családi gazdálkodásból élő emberek fejleszthetik tudásukat és lehetőséget kaphatnak életminőségükre. Javítására. A fő feladatunk az a sajt, a kemény sajt népszerűsítése, tehát arra próbáljuk a gazdákat megtanítani, hogy hogy lehet értéket gyártani, értéket kivitelezni a gazdaságba egy odaadóbb munkával. A munka az ugyanaz, de ha a finomságra, az apróságokra odafigyelnek, akkor ebből lesz egy egészséges élelmiszer. Az egyesület tagjai sajtkészítő tudásukat egy svájci sajtmestertől, Konrád Sutertől sajátították el, és az elmúlt években több száz érdeklődővel osztották meg jól bevált módszereiket, tapasztalataikat. Ezen a tanfolyamon a résztvevők nem csak a sajtkészítés folyamatába tekinthettek be, hanem hasznos ismereteket szerezhettek a fejési technikáról, a fejőgép működéséről, tisztán tartásáról, a tej raktározásáról is, mindez ugyanis jelentősen befolyásolhatja az elkészült sajt minőségét. Nagyon fontos az, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. És ezt ugyanúgy próbáljuk továbbadni is, tehát úgy kaptuk ezt a szakmát igazából, hogy ezt tovább is adom. Tehát nem tartjuk meg a titkokat, mi próbáljuk úgymond továbbadni az embereknek, azt mondjuk, hogy azt szoktam mondani, igazából én mindenkinek egyforma talentumot adok, tehát az viszont nem mindegy, hogy ki hogy kamatoztassa. A résztvevők közül többen már évek óta készítettek kis mennyiségben tehén és kecskesajtokat, de voltak olyanok is, akik még csak most ismerkedtek az alapokkal. Eredetileg úgy terveztem, hogy csak saját magunk részére készítsek, mivel nem nagyon van piaca, vagy úgy gondoltam, hogy nincsenek piaca. Ami sajtot megkóstoltam, nagyon ízlett, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha tudnám tárolni, amit itt elmondtak, hogy hogyan lehet a sajtot tárolni, akkor lehet, hogy ez változik. Jelenleg 5 anyám van, de lehet szaporítani őket, fel tudnám szaporítani, hogyha lesz ennek piaca, vagy lesz jövője, akkor bővítem az állományt is. A képzés végén a lehetőség nyílt a különböző sajtok kóstolására is, majd ezt követően kezdő sajtkészítő oklevelet vehettek át a jelenlévők. Állami gondozásban lévő fiatal zenei tehetség számára szervez gyűjtést a csíkszeredai Ineffable zenekar. A tavalyi hasonló akciójuk folytatásaként ezúttal hangszervásárláshoz kívánnak hozzájárulni. A zenekar adománygyűjtést szervez a Hargita megyei gyermekvédelmi rendszerben élő gyermekek zenei tehetség gondozására. A gyűjtést tavaly a járvány miatt online koncerten jelentette be az Ineffable zenekar, mert vallják, támogatásra minden fiatalnak szüksége van. Nekünk is az iskola volt, meg a szülők, meg mindenki ott volt, és hogy ezeknél a gyerekeknél, akiknek így konkrétan nincs egy ilyen családi háttér, ezért úgy arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, hogyha beszállnánk ebbe a támogatásba. Az adományozók a zenekar Facebook oldalán találnak meg minden információt a támogatással kapcsolatosan. Négyféle támogatást tudnak nyújtani, akit érdekeltek, 10, 15, 20 és 50 lejes támogatást, és van egy link, amire rákattintva egyenesen ráviszi az adományozási felületre. A begyűlt támogatásból egy olyan fiatal hangszervásárlását fogja a zenekar támogatni, akiről egy korábbi jótékonysági akciójuk során kiderült, hogy vonzódik a zene iránt, és van tehetsége hozzá.
Az első helyen végez a brassói Korona, sporthírrel folytatjuk. Az első helyen végez a jégkorong Erste Liga alapszakaszában a brassói Korona a hátralévő mérkőzések eredményeitől függetlenül. Az ehhez szükséges pontokat tegnap este szerezte meg, miután 7-3-ra nyert a Gyergyói Hoki Klub ellen. Már csak a brassói Korona számára volt igazi tétje annak a találkozónak, amelyet kedden este a Gyergyói Hoki Klub ellen vívott a jégkorong Erste Liga keretében. A brassóiaknak győzelemre volt szükségük ahhoz, hogy biztosítsák saját maguk számára az alapszakasz első helyét, és ezt magabiztosan meg is szerezték, 4 góllal múlták felül a gyergyóiakat. A csapat jégkorongozói azonban tisztában vannak vele, hogy a neheze csak most kezdődik. Ezzel ugyebár nem szabad megelégednünk, és most jön a szezon érdemi része. Tovább kell folytatnunk, és rájátszásban is meg kell mutatnunk, hogy igenis megérdemeltük ezt az első helyet a ligába. A Gyergyói Hoki Klub játékosai úgy vélték, a vereségből is lehet tanulni, és végül is a legjobb csapattól kaptak ki. Ebből muszáj tanulnunk, nem is a legerősebb kerettel tudtunk kiállni, de ez nem kifogás. Mindenki próbált, megtette, amit tudott, letelhetőt megtette, de a liga legjobb csapat ellen sajnos ez nem elég. Ma este ismét találkozik a két csapat, pénteken pedig Gyergyószent Miklóson is megmérkőznek. A meccseknek azonban már nincs tétje. A Korona alapszakasz győztesként elsőként választ majd magának ellenfelet a rájátszás első körére, míg a gyergyóiaknak gyakorlatilag mindegy, hogy a 6. vagy a 7. helyen zárnak, hiszen nem ez fogja befolyásolni, hogy mely csapat választja őket az első 4 helyezett közül a rájátszásban ellenfélként. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.